Minden zugát bejárhatták a templomnak a templomtúra program résztvevői. Az ötlet gazda Kis Zsigmond 14 éves tanuló, aki a Szent István Római Katolikus templom kántora is egyben. Ő vezette végig a túrázókat a templomban. Vezetett templomtúra, mini orgona koncerttel és toronylátogatással elnevezésű rendezvényen vagyunk. Ezt a rendezvényt én találtam ki, hogy egy kicsit ezt a templomot is jobban be tudjuk mutatni, az orgonáját is jobban megismerjék, aki ide eljön. A megvalósításban és a szervezésben Veres Zoltán plébános úr segített, amit ezúton is itt is köszönök neki. Kis Zsigmond a bejárás pontos programjairól is beszélt. A rendezvény úgy épült föl, hogy először én tartottam itt egy kis 15 perces előadást a római katolikusok történetéről. Egészen a 18. századtól felsoroltam, amit lehetett tudni, meg lehet tudni a római katolikus hitközségről és a közösségről. Aztán egy 10 perces orgona bemutatóval egybekötött koncertet adtam, majd végül a látogatók felmehettek a toronyba is. A templomot három csoportnak összesen 40 főnek mutatta be a templom túra során. Hozzátette, nem számított ilyen nagy érdeklődésre. A fiatal kántor beszélt néhány a templomban található különlegességről is. Érdemes szemügyre venni a tőlem bal oldalra lévő üvegablakot. Ez 2016-ban készült el, Györfi Balázs helyi művész készítette el. Az orgonája a templomnak 1901-ben épült, a pécsi Angstergyárnak a terméke. Ez a pécsi gyár építette a párizsi Notre-Dame-nak a nagy orgonáját is. Ez még egy külön érdekesség. A látogatóknak mind az előadás, mind a kilátás a toronyból nagyon tetszett. Mint megtudtuk, a nagy érdeklődés miatt mindenképpen lesz folytatása a vezetett templom túrának. Aki lemaradt, figyelje a következő lehetőséget.